Sziasztok! Nem tudom, hogy lehet-e hallani rendesen. Mindegy. Most meg a Bangnában vagyok, ez egy bevásárló központ. Közben a kaja is megjött, úgyhogy ezt meg majd megmutatom, mert amikor nem bírom tovább az ázsiai kajákat, a rizsás szarokat, akkor dobok egy ilyen sajttál. Igen, disznóságok fölvágottak jó kenyérrel. Először nézzük, végeztek is orgiát. Ezek különfajta ilyen sajtok, ez valami ilyen, ez ilyen puha sajt. Van egy kis olajbogyó a batatokon, te van még egy ilyen kis szárított paradicsom. Kemény sajtok, pár szem ilyen óriás hazsola. Ezt meg nem mondom mi. Meg valami lekvárféle. Aztán van egy ilyen puha sajt. Nem tudom ezeknek a nevét, ezek a francia dolgok. Ez Roquefort, azt látszik. Ez is valami ahhoz hasonló, de inkább ilyen túrószerű az állaga. És jól összekentem itt a villámat vele, mindegy. Tehát ezek a sajtfélék vannak, ilyen kis palatáblán felszolgálva. Nagyon kis gusztusos. És akkor, hogyha átmegyünk egy kicsit idébb, akkor pedig azt látjuk, hogy van itt különböző fajta felvágott. Ez ilyen gépsonkaféle, ez valami szárított aszalgyümölcs, meg egy kis olajbogyó. Hát ez ilyen chorizo, chorizónak szokták mondani egyébként a spanyolok igazándiból. Ebből van egy pár így felvágva, aztán hát van egy ilyen másik fajta, ez valami pármai sonkaféle lehet, és akkor olajbogyó. És ez meg ilyen kenőmájas szerű, valami francia paté, úgymond. Ezt fogom betolni, és hát ugye van normális kenyér, tehát ez rendes kis megkelt kenyér, ahogy látjátok. Vajja a szószolgálva. Alkoholtilalom van. Itt a Thaiföldön ilyen, nem is tudom, talán délután 5-ig nem lehet szeszt venni. Próbálnak hatóságilag vigyázni a dolgozókra, hogy nem legyen a munkaidőbe bepiáljanak. Úgyhogy se boltban, se étteremben soha nem lehet szeszt kapni ilyenkor. 5 óra után már lehet. Ezt nem is mondtam még sohasem, de érdekes, nem? Hát, úgyhogy most megpróbálom megmutatni ezeket a tápokat, hogy magamba gyűröm. Hát nem mindegy, valahogy így. Kezdjük egy kis sajttal. Sajt száraz kenyér. Majdnem kell, ez tök jó. Na, még a végén, vagy jó sok lett. Ebből leveszek majd. Nem tele ment a luk. Úgy né? Igen. Van itt valami Mitsubishi kivonulás. Ilyen Mitsubishi autókat tettek ide a plac közepére, mindjárt mutatom. És megy egy ilyen jó ilyen anyagos zene alatta. Tökében nem bánom, nem túl hangosan tolják, tehát ilyen egész diszkrét, azt lehet mondani. És egy jófajta ilyen dünnyögös, narkós zene ez tulajdonképpen. Ezt lehet mindig hallgatni. Csak az a baj, hogy jönnek ilyen három irányból még másik három zene. Úgyhogy lehet, hogy a felvételem majd egy ilyen nagy zűrzavar lesz az egész. De mindegy. Szóval egy kis barna kenyeret, igen. És akkor hát nézzük meg, hogy mit tudunk itt csinálni. Mondjuk egy ilyen kis sajtfélével próbálkozunk először. Úgy nép. Hát ezt lehet, hogy rá lehet a kenni kenyérre. Aha, igen, ez olyan fajta. Nem bak. Ez a másik. Ez jó. Ez ilyen, mint a medvehagyma lenne. Mert ez zöld darabkák vannak benne, de ilyen kicsit fokhagyma ízű. Nagyon jó. Olajbogyó. Egy kis szaki is van itt hozzá.
és szatyi szóra is került ide. És a vaj után és felvágjuk a kis krosztény. Begyítem a kettőt. Kiszaszeroltam ezt a két fajta tálat, ezt kombinálva is lehet kapni, ugyanannyiba kerül, mint a kettőt külön megveszem. De az jött le nekem, hogy kevesebb. Ha összerakják a kettőt, akkor kevesebbet adnak mindenből. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy külön kérem ki. Sajnos megpróbálkozott, hogy egy tálon hozzak, én mondtam, nem. Nekem hozzak ki kettő külön tálon. Aztán gondolom, amit akar, hogy ezt miért találtam ki. És azt hiszem, ami vallási oka van. Pedig, dehogy is. Csak gondolom, hogy így többet raknak, hogy befedje a tálat. Vártam ilyet korábban, és ez mindig nagyon bevált, csak olyankor hát nyilván jobb időpontba jöttem, mert ez ilyen sajt. Nagyon erős íze van a mindenit. Kemény sajt, de nagyon ilyen szúrós íze van, mint a Roquefortnak. Igen, hát a csorító az nem hazudik. Ez van legközelebb a gyulai kolbászhoz. Amit nagyon hiányolok itt. Miért nem exportálnak gyulai kolbászt? Hungarikum. Ja. Csak a Kárpát-medencén kívül nem ismerik sehol. Simán elférne. Csak annak a kérdés, hogy valaki foglalkozna vele. Hát én valószínűleg nem fogok. Na jó, kézzel. Igen. Most rápróbálok erre a pármaira. Pármai sonkesz. Még a szaga is igen jó. Illata. Igen. Ott van a szerem. Felálltok a kamerám, nem látok a fejemet. Szép kopasz vagyunk pedig. Nem? Már rá kell majd tolni. Ó, gyerekek, ez ilyen izében van. Van ez a disznó bélhártya, vagy meg hívják, ezt egy csepp lesz. Tudom, magyarul mi van, meg valami falusi neve. Ez a kis zsíreres izé, ami a gyomrot körülveszi a malacba. Ez abban van beletöltve. Zseniális. És akkor nagyon nincs ízesítve, tehát nem kophagymás, nem csíp meg a fenet, ugye, de nem, az igazi ilyen disznó ide van, nem tudok máshogy mondani. A libabőrös a hátam jelentem. Ilyen tudom mindig. De ez a hátulütő ennek a penkóknak szab. Lehet itt 15 ú, mert a tájkaja meg így, meg ugye milyen jó. Legyél kint hónapot, úgy fog sírni a gyulai után, úgy fog sírni, mint a kiskutya. De ez ilyen, hát ez ilyen hiánypótlás. Akkor már nagyon nem bírom, bejövök, azt tolok egy ilyet. Népek baromi jól szórakoznak rajta, hogy vlogolok.
Nem baj. A mandula is volt rajta, de jó. Szóval, ha láttátok nagyjából, mi a pálya, igaz? Meg egyszer az utolsó kukkantás. Tudjunk. Itt van mindenki. Aztán most már csak ezeknek a variációja lesz. Tehát megkóstoltam, mindenre mondtam egy pár szót. Jaj, még ezt nem várják. Oh-ho. Nézzük meg a... Hát igen. Na. Ez a legendabeli birtoka. Valószínűleg azt tudja, hogy egy birtoka előtti kell. Úgyhogy ennyi. Hogyha szeretnéd látni a burmai filmek későbbi részeit, meg a kambodzsait, ami majd remélhetőleg nagyon jó témákat tudok majd találni Kambodzsában az elkövetkezendő pár napban, akkor iratkozzatok fel. Ez a kerek izé, arra kell rábökni, vagy van itt ez a feliratkozó gomb valahol, nem? És akkor megkapjátok az értesítést, de csak akkor, hogyha a kis harang is meg van nyomva, tehát harangot be kell állítani, mert nem jön az értesítés, és ki tudja, mikor látod meg, hogy fölkerült a videó. Úgyhogy azoknak mondom, akik hát már feliratkoztak, hogy ezt a harang témát, ezt legyetek kedvesek, nyomjátok meg, és az újonnan érkezőknek pedig túl az, hogy szeretettel köszöntöm őket, ti is nyomjátok meg majd a kis harangot. Sziasztok! Találkozunk nem sokára. Jövő héten körülbelül fogok tudni már majd feltölteni valamit, mert addig Kambodzsában leszek, és oda nem viszem magammal a laptopot, hogy éjszakánként vágjak meg, tudom én. Ciao, sziasztok!